Újabb emberrablás történt Haitin április 11-én. Az erőszakos cselekmény során öt katolikus papot, két szerzetes nővért és három világi hívőt raboltak el, akikért az elkövetők 1 millió dollár összegű váltságdíjat követelnek. A tészvős csoport az ország fővárosától Porto Prince-től Észak-Keletre fekvő területen utazott, mikor rájuk támadtak. Az emberrablásra kevesebb, mint két héttel azután került sor, hogy egy lelkészt és három másik embert fegyveresek raboltak el. A szerzetesek és szerzetesnők helyi konferenciája hangsúlyozta, hogy az ország ki kell, hogy emelkedjen az erőszak unalmából. Gilbert Peltrop atya a konferencia főtitkára nyilatkozatában közölte az elraboltak nevét, továbbá kihangsúlyozta, hogy Haiti nemzetének talpra kell állnia, hogy küzdeni tudjon az ilyen incidensek ellen. A karibi ország régóta emberrablások és erőszakos bűncselekmények keresztüzében áll. Emellett az országot az elmúlt 15 évben hurrikánok, földrengések és járványok is sújtják.